a pedagógus nap alkalmából Apáczai Csere János díjjal tüntették ki Ickéstél Kövendik Hatát, a Kodály iskola egykori tanárnőjét. Kérem, fáradjon föl színpadra. Kedves Kata. Nem néha itt mondtam. Néha. Foglalják. Remélem, nem tartották mondani istenemnek. Én annyira süket vagyok, hogy Mártára nagyon kellett figyelnem, úgyhogy én próbálok egy kicsit, most ez szól? Ez szól, igen. Arra felé fordulni, hát ha más is olyan süket, mint én. Én általában ebben a teremben mindig az első sorban ülök, és akkor sem hallom minden. Úgyhogy, hát ha azt nem hallanak, akkor tegyék fel a kezüket. Kedves Kata, 1970-ben kerül Kecskemétre. Ez úgy történik, hogy már Miskával közösen jönnek, mert Miska is akkor tájt érkezik. Igen, együtt jöttünk, de az nagyon érdekes volt, mert Miska már hivatalosan januártól itt volt a Kodály iskola állományában. Hát ez egy nagyon különleges dolog volt, mert ő a Kodály iskolában szinte besetette a lábát, ugyanis előző ősszel Kodály Zoltánné megkérte őt, hogy szervezze meg az első kecskeméti nemzetközi Kodály szemináriumot. De hát akkor még nem volt erre semmiféle háttér intézmény, tehát berakták a Kodály iskolába tanárnak, ahol minden hónap harmadikán mindenki felvette a fizetést, aláírta a fizetési e-mailt, és ott volt egy Ickés Mihály nevű ismeretlen alak 2100 forintos fizetéssel. Úgyhogy mire én megérkeztem szeptemberben, meg ő is már akkor jött tanítani, akkor nagyon csúnyán néztek ránk a kollégák, hogy mi vagyunk azok, akik egyrészt lakást kaptunk nyáron, mert mondtuk, hogy hát persze jövünk, de hát két gyerekünk van. És van egy szobánk Budán, meg egy szobánk Győrben, a szüleimnél, meg a férjem édesanyjánál, hát úgy tudunk Kecskemétre jönni, ha van hol lakni. Úgyhogy nagyon ellenszenvesen fogadtak minket. Egyébként úgy jöttem le Kecskemétre, hogy Forrai Katalin hozott le engem vonattal, egy olyan tervel, mivel én jártam hozzá zeneóvodába hospitálni, és magam is tanítottam zeneóvodába, és arra biztatta Nemes Szegényi Mártát, hogy indítson egy olyan zeneóvodát, ami az iskola alá épül, és így aztán én úgy kezdtem, hogy azon kívül, hogy tanítottam éneket, a Hosszú utcai óvodában tanítottam énekfoglalkozásokat, meg az óvónőket is továbbképeztem, úgyhogy ez egy évig ment. Tudok arról az ambíciójáról, hogy a Zeneakadémia mellett szeretett volna más nyelvet, például nyelvet szeretett volna tanulni egyetemen. Hogy abban az időben nem lehetett ez párhuzamosan? Nem lehetett, tehát azt lehetett csak, hogy az ember felvételizhetett egy művészeti jellegű, akkor ugye főiskola volt a képzőművészeti színház, meg a zeneművészet is, de egyetemi rangú főiskola volt, és ha művészetire ment, akkor felvételizhetett két helyre. Máshol nem. Tehát nem lehetett volna műszakira és bölcsészkarra egyszerre felvételizni, de végezni tilos volt. Értem. Tehát el kell dönteni. Úgyhogy, és nyilvánvaló, hogy a zenét azt nem tudja az ember 5 évig úgy fenntartani egy egyetem mellett, hogy utána elmenjen. Tehát ezért választottam a karvezetés szakot a Zeneakadémián, és a magyar-angol szakot pedig jegeltem. De amikor elvégezte a Zeneakadémiát, akkor egyből be is iratkozott bölcsészetére? Nem, amikor lejöttem Forrai Katival a Kecskemétre, akkor egyből mondtam Nemes Szegénének, hogy én szeretném elvégezni az angol szakot, és akkor nem volt a Kodály iskolának angol tanára, csak 3 óra adó. És hát végül az lett, hogy azt mondták, hogy ez az én hobbim, hogy én az egyetemre szeretném járni. Úgyhogy ezért nem kaptam semmiféle kedvezményt, és hát autostoppal jártam 5 évig egyetemre. Miért ragaszkodott az angolhoz? Én borzasztóan megszerettem az angol nyelvet. 42-en voltunk egy osztályban gimnáziumban, akkor ez normális volt, Pasaréten, Rózsadombon, Móricz gimnáziumban. És egy francia szakos hölgy tanított angolul borzasztóan. És hát azt a 42 gyereket, tehát nem nagyon, én meg nagyon szerettem volna megtanulni angolul. És heti 2 órában? Ez heti 3 óra volt, de a szüleim nagyon nagy áldozatot hoztak, és befizettek engem egy 20 forintos magánangol tanárhoz. Ott láttam először Orsós Magnót,
és azon eredeti angol hanganyagot. Ekkor voltam én harmadik gimnazista, és harmadik gimnázium után elmentem Angliába Opernek, ilyen cselédlánynak egy családhoz egész nyáron dolgozni, ott akkor egész jól megtanultam angolul, és akkor ezt negyedikben folytattam, akkor már 25 forint volt az angol tanár, és amikor a Zeneakadémiára jártam első évben, akkor már 30, konjunktúrája az én szegény szüleim mégiscsak valahogy kézadták ezt a pénzt, hogy heti egyszer elmehessek ez a nagyon jó angol tanár. Szegény szülőket emleget, de hát az ön családja az egy arisztokrata család, nem? Na most az egy érdekes, amikor az ember elmegy Amerikába, és akkor azt mondja, hogy mi szegények voltunk, akkor azt hiszik, hogy a szegénység annyit jelent, hogy nem volt kultúra. De mivel az én édesapám tanár volt, az anyám meg gyógyszerész, az apámat egyrészt a tüdőbaja miatt kellett neki évekig szanatóriumban lenni, az anyámat pedig 56 után kirúgták politikai jogból, a gyógyszerészetből, úgyhogy akkor azért volt egy fizetés. Utána 64-ben az apámat távolították el politikai jogból a középiskolai tanárságtól, tehát, és három gyerek volt. És azért a 60-as években egy budapesti család, ahol nincs tyúk, meg alma, meg nem tudom micsoda, nekünk bizony, hát a vaj, az nem volt. A citrom, hát volt ilyen vicc, hogy mi az a citrom, amivel a citrombordot pótolják. Tehát mi, nekünk enni volt, hát zsíros kenyér cukorra. Így voltunk szegények. Amikor ideért Kecskemétre, és ugye elvégezte az egyetemet, akkor elég hamar megszületett az a felismerése, hogy a zenész gyerekek hiába tanulják meg az angol nyelvet, nem tudják a szakmájukhoz szükséges kifejezni. És így született meg az a bizonyos zenei angol, amiről ön híres Igen. lett ebben a városban. Hát ez már 1970-ben kezdődött az első Kodály szemináriummal, amikor Kodályné saját költségén tanítatott egy csomó zeneakadémista diákot, akik már tudtak valamennyire németül, angolul, franciául, oroszul. Egy ilyen tolmács előkészítés volt ez, heti 6 órában három tanártól, három különböző tanártól tanultunk egész évben, és én voltam az, mivel hogy én a Kodálynéhoz jártam a Kodály lakásba, a Kodály leveleket is rendezni minden héten, a Sárika kezembe adott zenei szakirodalmat, szakfolyóiratokat, hogy ezeket nézd meg, tanulj belőle a zenei szakkifejezéseket, mert tolmácsolni fogsz nyáron. És akkor így a többiek azt tolmácsolták, hogyha el kellett menni az amerikainak a fogorvoshoz, vagy az idegenrendészeti hivatalba, akkor elkísérték. Én viszont tolmácsoltam az előadásokat. Hát vérpisértem. Szóval az első alkalommal. Nagyon-nagyon nehéz volt, és akkor ebbe egyre jobban belejöttem, és amikor az én gyerekeim lettek zeneakadémisták, és megkérdeztem tőlük, hogy mi az a kis terc angolul? És akkor azt mondták, hogy little terc. Mondom, az minor third. Tehát kiderült a saját gyerekeimben, hogy ők ráadásul egy angol zenetudóstól tanultak angolt a Zeneakadémián, de annak eszébe se jutott, hogy szakmai angol tanítson, hanem próbál olyan általános angolt, amihez ő nem is volt képesítve. Úgyhogy nagyon jól jött az, hogy 1990-ben a Kodály iskolában, a szakközépiskolában elindult Sárosiné Szabó Márta vezetésével a szolfés szak. És akkor azt mondtuk, hogy hát a szolfés szak azon fél lábú, hát még hangszeren is csak kötelező zongorán játszanak, és hát az énektanároknak nagyon nagy szükségük van az angol nyelven, jön a rengeteg külföldi hospitálnak, beszélgetni kéne velük, el kellene mondani, hogy mit csináltak az énekórán, meg külföldre is egyre többeket hívtak tanítani, nyári kurzusokra is, meg teljes évre, meg hosszabb időre, és hát nem volt, aki tudjon. Úgyhogy így indult ez el. 1990 rendszerváltás. Én nem tudom miből, de akkor annyi pénz volt, hogy én megtervezhettem azt, hogy heti 8 órában tanítok, 5 óra angol, 3 óra zenei angol, ugyanannak a csoportnak, külön kivették az osztályból a zenei angolosokat, plusz van egy eredeti angol anyanyelvű segítség, aki a Kodály Intézetbe közben tanult, ő tanít egy óra az elméletet angolul, közben együtt készül fel Mártával
arra, hogy Márta is tanítson egy órát angolul. Márta adja a szakmai tudást, a kanadai hölgy adta a nyelvi tudást, és összesen 5 ilyen anyanyelvi tanárunk volt a évek során. Hát aztán építették lefele a óraszámokat. Ha jól gondolom, azért nem volt ez egy ilyen, hogy mondjam, látványos, fáklyás menet, tehát azért volt idő, amikor ezt próbálták eliminálni, sőt, hát volt olyan is, hogy megszüntették. Igen, miért? Hát nyilvánvalóan jó volt. Ez annyira jó volt, hogy amikor megszüntették, akkor én írtam mindenfelé ismerősöknek, és a világ minden tájáról egyetemi angol professzorok is, meg zenei professzorok is írtak kétségbeesett leveleket az önkormányzatnak, hogy hát ez egy olyan fantasztikus dolog, amikor szakmai nyelvet tanítanak középiskolába, és teljesen egyedülálló, és milyen jó, nehogy megszüntessék. De hát megszüntették, mert hogy az egyik évfolyamban csak 2 darab fiú maradt, és azt mondták, hogy ilyen tárgyat 2 gyereknek, hát nem. De ez ugye azután történik, hogy ő volt angol szakfelügyelő a megyében. Igen, az tehát, hogy ez előtte volt, mert azt mondom, hogy szakfelügyelőként sem sikerült, de akkor már ezek szerint nem volt. Nem, akkor én már nem voltam, akkor én lemondtam a szakfelügyeletről, pont azért, hogy elindíthassam az elej angol. Szerencsére lemondtam, mert engem még virággal búcsúztattak a pedagógiai intézetben. A következő évben meg a maradék szakfelügyelőknek, illetve a szaktanácsadók voltuk, azt mondták, hogy köszönjük szépen, viszontlátásra, megszűnt ez a dolog. Egy ilyen képzésnek akkor van igazából kiteljesedése, hogyha az érintettek el tudnak jutni anyanyelvi területre. Sikerült kivinni őket? Hát egyrészt sikerült őket kivinnem. Az első 16-17 évben gyakorlatilag mindenkit. Másrészt ők maguk is mehettek. Tehát volt olyan, hogy kértek tőlem olyan fiatalt, aki egy angliai idegen nyelvi táborba, ahová mindenhonnan a világra mennek, majd zenét fog tanítani. És akkor egy akkor egyetemista diákom elment. Volt olyan diákom, aki egy nemzetközi operatársulathoz csatlakozó, mint korepetitor járt a végig Amerikát, és élvezte, hogy ő tudja a zenei angol. Aztán volt egy olyan tanítványom, egy fuvolista, aki elment Hágába felvételizni, mert a pécsi tanár azt mondta, hogy jó lesz neki egy kis régi zenét is tanulni, és a felvételi játszott valami szonátát. És leállították, és azt mondták, hogy na most akkor elemezd ezt a szonátát. És írt nekem egy levelet onnan, hogy Kata néni, minden eszembe jutott, amit elsőre a szonáta elemzésről tanultunk, és hát ragyogóan felvételizett. Szóval ilyen sok-sok ilyen volt. Abból, hogy a diákjaival módszeresen keresték a lehetőséget arra, hogy a zenei angolt elsajátítsák, született egy ilyen nagyon aranyos kis, nem is olyan kis lexikon. Ez hozzáférhető-e, kapható-e? Hát most szerencsére igen. Valamikor ennek az évnek az elején az én fiam sok-sok anyagot kapott attól a kiadótól, aki ezt a szótárt hajdan kiadta, mert ő most már minden kiadói tevékenységgel felhagyott. És akkor eszébe jutott a másnak, hogy ő átvenni ezt a szótárt, és mivel már a szerződés rég lejárt, és nekem semmi kapcsolatom nem volt a kiadóval, hát most nagy örömömre Tamás újra kinyomtatja, minden zeneiskolának az országba elküldte, hogy újra kapható. De ezt hogy kell elképzelnünk? Ez egy szószedet? Tehát ez egy komoly szótár, magyar-angol, angol-magyar zenei szótár, mit tudom én, 500 oldal, vagy valami, nem tudom most fejből hány oldal. Ilyen fejtől lábtól van az egyik fele magyar-angol, másik fele angol-magyar. És ezt úgy kezdtük el, hogy a gyerekekkel, ezen a sok-sok órán, ami még az első évfolyamnak heti 8 volt, ott kezdtük gyűjteni, és ők is dolgoztak rajta, és akkor Commodore 64-re rágépeltük. És nagy élmény volt. Aztán utána azért 11 évig dolgoztam rajta, tehát fogyós. 2017-ben megjelent egy könyve, amit nyomon követi Kodály Zoltán budapesti tartózkodásának fontosabb színhelyeit, vagy valószínűleg az összeset, nem csak a fontosabbat. Hát nem az összeset, hát sokkal több lett volna, talán a fontosabbakat próbáltam összeszedni, 30 helyszínről írtam, és hát ennek meg az volt az apropója, hogy én tényleg mindent azért csináltam, ami a tanítás körül forgott,
Ugye a diákjaimat nem csak Angliába vittem el, meg Amerikába is, meg volt, ahogy Ausztriába mentünk, Beethoven, Schubert, Mozart, Haydn, Liszt nyomában, hanem Budapestre is minden évben kétszer kirándultunk Kodály nyomában. És akkor elmentünk ezekre a Kodály helyekre, én elkezdtem hozzáolvasni a teljes szakirodalmat, mindenből kiedzeteltem, ami erre vonatkozott. És akkor utána kértem Kodálynétól engedélyt arra, hogy a Kodály archívumban is kutassak, a levelezésben, a Emma asszony naplóiban, tehát olyan dolgokban, amit nem jelentek meg könyvben, és akkor ennek a, hát ez is egy olyan 8-10 éves anyaggyűjtés volt, ennek végül az eredménye lett ez a könyv. Először a diákoknak csináltam már 2005-ben egy ilyen kis füzetkét, a fénymásolt kis füzetet, hogy Kodály nyomában Budapesten, és nagyon sok embert vittem én, kollégákat, külföldi barátokat, diákokat, tanárkollégákat ilyen Kodály útra, és mindenki mondta, hogy ebből könyv kéne. És akkor 2017. december 16-án Kodály születésnapján Kodály lakásban sikerült bemutatni. Az ő kapcsolata Pécsedi Saroltával, az az egy ilyen családi kapcsolat? Tehát a Mihályon, hát a Mihályon keresztül, mert a férjemnek, a Sárika évfolyamtársa volt a Zeneakadémián. És amikor másodévesek voltak, akkor január végén ugye újra kezdődik a férje, és akkor egyszerűen nem volt Sárika. És akkor mondták, hogy Sárika férjeztet a Kodályhoz. Tehát akkor így úgy meg is szűnt a kapcsolat, azért az annyira más státusz volt, hogy a Sárika Kodályné. De maradt Sárika a Zeneakadémián? Tessék? Maradt a Zeneakadémián? Azért mondom, mert ez elég nem. Tehát akkor nem is találkoztak egy ideig, viszont amikor a férjem tanítani kezdett Győrben, akkor többször meghívta a Kodályvét, hogy szólfés versenyre. Tehát látta a Sárika Miskának a munkáját, és ezért volt az, hogy 69 őszén elhívott magához, és megkérte Miskát, hogy neki az az elképzelés, hogy Kecskeméten legyen egy Kodály intézet. Nem akarta a Budapesti Zenetudományi Intézetbe beolvasztani, hogy akkor félresöprik, nem foglalkoznak vele, legyen egy önálló. Elmondta azt is, hogy ezt tanári továbbképzésre is szeretné, és megkérte, hogy ezt szervezze meg. És vele együtt az első szemináriumot, amit már mondtam. Ez a munkatársi kapcsolat ön és Pécsedi Sarolta között a mai napig tart? Hézagokkal, tehát amikor azt a könyvet írtam, akkor ezt elkarolta. Elhívott egyszer magukhoz, 60 talán, amikor közeledett a Kodályék. Mert előtte már elhívott 2015-ben, és akkor megkérte a férjemet, hogy írja meg a Kodály monográfiát. Na most az lett volna egy ennyi. Vagy ennyi, nem tudom. De inkább ennyi. Ebből soha nem lett semmi, a fejébe magával vitte, meg hát rengeteg sok írásával, amiket most próbálok feldolgozni. Engem pedig megkért arra, hogy tegyen félre, illetve először arra kért meg, hogy fordítsam le Kodály írásait angolra, és akkor 2016-ban azt mondta, hogy most tegyen félre a fordítást, az úgyse lesz kész, de 2017-re kell a Budapest könyv. Tehát akkor azt csináltam, és 2019-ben jelent meg egy elég vaskos kötet Kodály pedagógiai írásainak válogatása angolul, amit én fordítottam. Hát ez a... Én nagyon sokat fordítottam a zenei szakirodalmat magyarul angolra, de hát ez volt a csúcs. Tehát az ember mintha Kodály bőrébe bújna, tehát Kodály gondolatait kell neki. És fantasztikus munka volt tényleg. Erdei Péter mondta nekem, amikor olvasta a könyvet, hogy azt mondta, hogy olyan, mintha Kodályt olvasná eredetiben. Úgyhogy ez nagyon nagy dicséret volt a fordítása. X és Mihályt ebben a városban, de hát nem csak a városban, hanem az országban is, meg nemzetközileg is abszolút, hogy mondjam, neki kiáró módon tudós embernek tekintettük, olyannak, akinek elképesztő enciklopédikus tudása van, nem csak Kodály Zoltánról, hanem nagyon sok mindenről. Sose érezte úgy, hogy az árnyékában van, és nem látszik ki? De mindig. De nem csak az ő árnyékában, hát a fiaim árnyékában is. Tehát én voltam a jó, maradj csöndbe, te hülye vagy ehhez, szóval otthon ez. Hát én művész emberek, tehát ez nyilván nem akármilyen
közeg volt, amiben... Igen, nem volt, amik a gyerekeim se kocka fejük. Az, hogy a Tamásból és az Ádámból tulajdonképpen színpadon álló művészemberek lettek. A Gergőből. Gergőből. Nem, az, igen, de rá gondoltam, nyelvbotlás. Szóval, hogy ezt könnyedén elfogadta, vagy azonosulni tudott vele? Különösen arra gondolok, hogy a Tamás kétféle műfajban is igen jelentősen letette a névjegyét. Hát igen, ez nehéz, mert hát különösen a férjemnek őrben még sokkal vaskalaposabb volt, mint én, de nekem is nem áll hozzám közel, hogy finom legyek, a könnyebb műfaj. Tehát a férjem mindig azt mondta, hogy ha a Tamás abba fektette volna az energiáit, hogy Bachot játszott volna, de a Tamás nem volt, mint a Bogányi Tibor a csellóban, hogy ő nem gyakorolt. És megszerette már kis középiskolás korában a jazz, hát hál' Istennek ezt a régi, hagyományos, száz éves jazz-t, és hát ebben neki óriási sikere van. Gergő, az teljesen más, ő is játszik jazz, de ilyen improvizatív, modernebb, nagyon különleges, komolyabb jazz, és hát ő a komoly zenébe, ami fogonára valaha íródott, meg amit ő még hozzáírt, mindent. És igen, ő sokkal céltudatosabban, szorgalmasabban csinálta végig a zenei pályáját, mint a más. De tanárnak mind a kettő nagyszerű. Igen. Láttam az interneten egy nagy családi fotót még Miskával, és sok-sok unokával. Van ideje nagymamának lenni? Van ideje nagymamának lenni? Hát kénytelen vagyok. 7 unokám van, és a 7-ből az első 3-mal, akik Pécelen laknak, csak annyit foglalkoztam, amikor 8 osztályos gimnáziumba mentek, meg a legidősebb OKTV-re ment, akkor ilyen föl kellett utaznom fölkészíteni őket. A 2 lányjal, Ádám lányaival már jóval többet, ott volt szólfés, meg angol, meg mindenféle korrepetálás. És hát most a kicsikkel, Tamás fiam a legidősebb, de neki vannak a legkisebb gyerekei. Hát mivel mindkét szülő dolgozik, én heti 2 nap, amikor Tamás Debrecenben van, akkor én vagyok ügyelette. Meg hát még amikor muszáj. Marci már felelép időnként színpadon. Marci már önálló művész, igen, többen is megyünk biztos a különböző bohém szerepésekről. És ez önnek teljesen helyén való? Örül neki, nem örül neki? Szerintem nagyon jól kezelik a szülők, tehát nem lett belőle egy beképzelt gyerek, de mind a kettő, a kicsi Bálint, aki 3 éves, színpadképesek. Tehát amikor itt volt egy ilyen icés család ezen a pódiumon, akkor a Marci még nem volt 3 éves, fogott egy mikrofont még a műsor előtt, és akkor elkezdte magát produkálni. Tehát nekik ez a természetes, hogy a szülők színpadon vannak, hát akkor ők még nem lennének színpadon. Célzott arra, hogy Icés Mihály Kodály monográfiája sajnos nem született meg, de nyilván megszületett egy nagy halom olyan írás, ami ennek a hagyatéknak a része. Foglalkozik-e vele, ő foglalkozik-e vele, és mi lesz a része? Hát én gyakorlatilag ezzel foglalkozom éjjel-nappal, amikor nem az unokáimmal, meg nem a kertemmel. Most 3 éve halt meg a férjem, én 3 éve ezt csinálom. Egyelőre 400 cikk van, vagy 500 körülbelül olyan publikálásra készen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van, ami van számítógépes, kinyomtatva, van, ami a számítógépen van, van, ami gépelve van régi, van, ami megjelent folyóiratban, megjelent könyvben, de Miska még belejavította a megjelentbe is. Tehát ezeket én mind összenézem, és akkor bibliográfia, tárgyszavazás, jegyzetek hozzá, úgyhogy ezzel foglalkozom. Szeretnék még majd a családtörténettel is foglalkozni, hogyha még megérem, de nem tudom, hogy erre lesz-e idő. És a cél az lenne, mert az én férjem most soha semmiért nem fogadott el pénzt. Egy könyvet szerkesztem, akkor nem, mert mit tudom én, a Kodály Intézet pályázott rá, vagy ez neki munkaköri kötelessége, vagy ilyesmiket mondott. Cikkekért eleve nem is nagyon fizettek. Tehát ő biztos, hogy nem szeretné azt, hogy itt ezt pénzét tegyük, hanem az internetre szeretnénk egy honlapra mindenki által hozzáférhetővé tenni, illetve hát ami nem mindenki által hozzáférhető, az pedig a Kodály Intézetbe kerül minden tárgyi hagyaték, és ott lehet kutatni majd.
2019-ig tanított, nem hiányzik? Nem. 49 év. Hát azóta a négyes számú unokámat előkészítettem úgy a Deák térre angol felvételire, hogy a haladó csoportba került, pedig csak 2 évig tanult angolul. Tehát ilyen kis tanítások vannak. Egy rokon kislányt tanítottam, csak úgy szerelemből. De én nagyon szerettem tanítani, de 49 évig tanítottam. Köszönöm. Ja. Annak viszont rendkívüli módon örülünk, hogy ekkora életerő van önben. Sok jó időt kérjátok még az, hogy be tudja fejezni, amit elkezdett. Köszönöm, hogy eljött. Gratulálunk az apácai cserediához. Köszönöm szépen.